videófelvételt készítek erről a gyönyörű szép újszerű állapotú DCM 260 Denon CD lejátszóról. Egy IDSS mechanikával rendelkezik, ott illusztrálja is feliratozással. Rendkívül jó mechanika, rendkívül jó optikai rendszerrel rendelkezik. Becsukom távirányítójáról, vadonatúj távirányító. Becsukom távirányítójáról a lemezt, már be is olvasta. Elindítom a lejátszást. Rendkívül gyors, megbízható készülék. Látjuk már, el is kezdte a lejátszást. Hát sajnos most jelen pillanatban, talán fülhallgatóban tudom illusztrálni, hogy a készülék működik és hangot is ad, mert nincs összekötve semmilyen audio eszközzel. Hát igen, itt már jön a hang. De próbálom illusztrálni tovább, hogy ténylegesen milyen a lemezjátszó. Elmegyek mondjuk a 14-es számig. Ja, ez a 4-es, bocs. Most van a 15-ösön. És már játsza is. Mondjuk a 19-es. Nem tudom, hogy létezik-e, hanem 15-ös az utolsó szám. És visszalépek az 1-es számra. Lehet látni, hogy abszolút gyors, megbízható, jó készülék. Belepörgetek a számokba. Itt látható, hogy gyors évüléssel, scan kereséssel belepörgetek a zenébe, de a megállás után hibátlanul megy szépen tovább, tudja mi a dolga. Hát szinte újszerű állapotú CD lejátszó, ötlemezes, nem válogatós, az írott lemezeket is gyönyörű szépen játsza. Csinálok egy lemezváltást kettes lemezre, lássuk annak is a gyorsságát, hogy működteti. Már megy is. És mindjárt kiveszem, megmutatom, hogy mennyire karcos audio CD-k voltak benne, hogy tényleg nem válogatós, és a karcos lemezeket is lejátsza a készülék. Ja, agyon nyúzott, karcolt lemez, mint lehet látni. Itt a párja, ő is egy nagyon rossz állapotban lévő karcos lemez. Itt az ujjamnál főként lehet látni karcokat rajta. Hát sok szép órát, zenehallgatás, kikapcsolódást kívánok a készülékhez, akárki ilyen is lesz, és köszönöm szépen, hogy megtekintetted videófelvételemet.